jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. Arany János gondolata lengte be azt a szombati aranyebédet, amit a Blaha Lujza étterem vendégeinek főztek. A dátum március 2-a, vagyis Arany János születésnapja. Az már jóval korábban alakult ki, hogy az irodalom és a gasztronómia gyümölcsöző frigyre léptek. Homérosztól kezdve a hősök esznek, isznak, mulatnak, néha bajba kerülnek, vagy leittasulnak, és ilyenkor kerülnek bajba. Ha a magyar irodalmat nézzük, akkor Csokonaitól kezdve, de még talán szerintem Janus Pannoniust is belehetjük, Balassit mindenképpen, ezek az ital sorok természetesen. Az igazi nagy evőjelenetekkel, jókainál találkozunk, mint mindennel valójában, és innentől kezdve kis szorgos kereséssel a magyar prózairodalomban feltűnnek a nagy gasztrojelenetek. A magyar olvasóközönség azonban elsősorban és kizárólag Krúdihoz köti a gasztro megjelenését, ezek az úgynevezett gyomornovellák, amelyeknek a hősei azért esznek, mert már az életben semmire sem számítanak. Egyedül az evés, később az evés látványa az, ami őket még itt tartja az életben. Ugye ennek mára is gyönyörűen megfogalmazta a Szimbád hazamegy című csodálatos Krúdi utánérzésében a jelenet sorait. Krúdi ezt zseniálisan értette, és ehhez kell tennünk a híres Szimbád filmet, ugye Huszárik Zoltán filmjét, akire mindenki emlékszik, főleg az evés jelenetre, bent az étteremben, ahol gyakorlatilag Latinovics majdnem végeszik egy étlapot, Szimbád majdnem, és akkor ez a csodálatosan megkomponált, lefotografált jelenetsor innentől kezdve rendkívül népszerűvé tette az irodalom és gasztronómia keresését, olvasását, másfelől pedig az evését. A mai ebéd főszereplője azonban önön kívül Arany János. Hát igen, ez egy kelepce, mert Arany János amilyen puritán ember volt, amilyen takarékos ember volt, amilyen óvatos ember volt, ami a vagyonát hozza és óvja, mert ő nagyon szegény volt, nagyon mélyről jött fel. Nála minden fillérnek, rajtszámnak helye volt. Ő nem pazarolhatott. Ő csak azt ette, amit otthon Juliska megfőzött neki, de a legegyszerűbb ételeket. Tehát nem is tudjuk nagyon követni, majd talán itt felolvasom, hogy az egyszerű levestől kezdve a csirke paprikásig. Azóta non plus ultrája, amit ő evett, esetleg a fánkot nagyon szerette, a csörege fánkot, vagy az általa leírt és őseinek is meglévő recept alapján a marca fánkot, de tulajdonképpen a műveiben is találunk, és a találunk ételleírás, azok mind olyan hagyományos ételek, sóder, szalonna, kolbász, tehát ami otthon az ő világában, Nagyszalontán vagy Nagykőrösön megvolt, de pesti akadémiai titkári pozíciójában sem lehetett őt meghívni nagy bankettekre, utálta ezeket, utált megjelenni, utált tóztozni, meg volt róla a véleménye, és ezért nagyon-nagyon nehéz keresni. Ezért azt találtuk ki mára, hogy egy kis csalafintasággal azokat a tájételeket az Alföldről, amelyeket ehetett volna, de nem írta le, tesszük be. Egy kis csalafintasággal kitaláltuk, hogy Petőfi mit evett, mikor ott járt náluk Nagyszalontán, ez egy alföldi leves lesz. Hogy Tompa Miskánál mit evett, amikor a Felvidéken járt. Tehát ezzel a kis játékkal belekötjük az ő kortársi lehetőségeit és személyiségeket, találkozásokat, étkezéseket, barátságokat, meg a bort is. Bort szeretett inni, minden este megivott 3,5 deci finom bort, erről sok mindent ír, és én pedig elolvastam a leveleit, és abból próbáltam kiszedegetni mondatonként, hogy mi mindent tudunk elolvasni az irodalom nála, az irodalom és a gasztronómia viszonyáról, de ismétlem, egy nagyon szerény, nagyon csendes ember volt, és hogy igazán pikáns legyen, ezért ma délelőttre vagy délre olyan aranyverseket válogattam, Hirtling István előadásában halljuk majd, amelyekben a jókedvű aranyt látjuk. Mert azért ne gondoljuk, hogy egész életben folyt az orra vére, meg szenvedett, meg fogta a máját. Nem igaz, szóval nagyon vidám versei vannak. Ezek közül az egyik legaranyosabb, ami elhangzik,
megverselt egy disznótort. Először a gazda szemszögéből, utána meg a disznó szemszögéből. Hát egy teljesen ismeretlen arany, ezt ugye mindig csak Toldi, meg Ágnes asszony, meg vér, meg beugrás a hídról, nem. Van egy másik arany is, a jókedvű is. Jó, hát nem olyan topzódó, mint Rejtő Jenő, ugye, de végül is egy felvinan előttünk egy nagyon összetett, nagyon kedves ember egyénisége a verseink keresztül. Író pedig írónak, szemét ki ne ássa, ne is legyen az idén napfogyatkozása a jó erkölcs, eszme, hírnév és előfizetőben. Adjon Isten, ami nincs ez új esztendőben. Mire üssek még pohárt? Asszonyi hűségre? Barátság, polgár elény, vagy mi más egyébre? Hiszen ezek közöttünk vannak, kelendőben. Tudj Isten, mi minden nincs ez új esztendőben.